Sziasztok! A mai alkalommal a sejtbiológia sorozatomhoz kapcsolódóan egy középszintű érettségi példával jelentkezek. Ez a 2015-ös májusi érettségin volt az egyik feladat, mint látjátok a hetedik. A sejtek válasza a környezeti hatásokra. 7 pontot érő feladat volt. Lássuk! Az ábrán növényi sejtek, illetve emberi vörösvérsejtek sematikus oldalnézeti rajzai láthatók. A vastag vonal a sejtfalat jelöli. Tehát ez itt, ez a vastag vonal, ez sejtfal. Az A és D betűvel jelölt rajzokon a sejtplazmával megegyező koncentrációjú oldatban vannak a sejtek. Ezután mindkét sejttípust különböző, a sejtplazmától eltérő koncentrációs oldatokba helyeztük. Első feladat. Mely sejteket tettük a sejtplazmánál hígabb oldatba? A megfelelő betűjelet írja az üres négyzetbe. Tehát az A-t és a D-t kizárhatjuk, hiszen most beszélte a feladat, hogy azok a normál állapotú sejtek. Tehát a hígabb oldatba helyezzük el a sejtet, akkor a vízkoncentráció a sejten kívül itt nagyobb lesz, mint a sejten belül. És mindig arra törekednek a molekulák, hogy a koncentráció különbséget kiegyenlítsék. Ezért a vízmolekula folyamatosan befelé fog törekedni a sejtbe. És értelemszerűen akkor megnövekszik itt a mennyisége, tehát a C, és ugyebár ezek közül az alsó sorba pedig az E fogja azt jelenteni, hogy a víz beáramlott. A helyes válaszok közül, ha megnézed, a C és az E, az az A. Tehát ide írom, hogy A. Nézzük a következő feladatot. Második feladat. Melyik rajz mutatja a plazmolízis jelenségét? A megfelelő betűvel válaszoljon. Most azért oda kell figyelnünk, mert hogy most nem ezek közül a négy közül kell választanunk, hanem minden az ábrák közül kell választani. Tehát a plazmavesztésnek fordíthatnám le a plazmolízis jelenségét. Ez a jelenség a növényi sejtekre jellemző, tehát mindenképpen a B és a C közül kéne választanunk, és értelemszerűen a kettő közül a B az, ahol a plazma mennyisége csökken, tehát veszít a plazmájából, tehát a B válasz a helyes. Akkor játszódik le, amikor töményebb oldatba helyezzük el a sejtet, akkor a plazmából kifelé törekszik a víz. Melyik rajzra érvényesek az alábbi állítások? Harmadik feladat. Ha egy túlzottan sós étel elfogyasztása után nem állna helyre a szervezetünk homeosztázisa, akkor ez a jelenség következne. Hát, mivel a szervezetünkről van szó, és mi nem növények vagyunk, tehát az E és az F közül kellene választanunk. Na most, ha túlzottan sós ételt fogyasztunk, akkor a sejten kívüli tér is túlzottan sós lesz, azaz kisebb lesz a víz koncentrációja, mint a sejten belül, tehát az F lesz a helyes válasz. Hiszen a plazmából a víz kiáramlana. Negyedik feladat. Amikor egy szobanövény levelei lankadnak az öntözés hiányától, akkor ilyen helyzetbe kerülnek a sejtjei. Hát szobanövényről van szó, tehát akkor növényi sejtet nézünk. Értelemszerűen, mivel kisebb lesz a víz koncentrációja kint, ezért arra felé fog áramlani, ez pedig a B sejtre igaz, megint. A B sejtnél fordulhat ez elő, hogy kevesebb plazmája lesz. Ötödik feladat. A sejtfalra belülről ható nyomás nagyobb a kiinduló állapot nyomásánál. Mivel sejtfalról beszélgetünk, sejtfala a felső sorú sejteknek van, és ez az A itt a normál állapot. Ehhez képest vajon melyik
sejt nyomja jobban a sejtfalat? Hát természetesen ez a sejtplazma nyomja jobban a sejtfalat, tehát a helyes válasz a C lesz. A medgy sejtjeiben ez az állapot alakul ki, ha nagyon tömény cukorszirupba tesszük el. Megint a medgy az növényi sejt, tehát melyik esetben fordulhat elő? A tömény a cukoroldat van, akkor a víz több lesz a plazmában, tehát itt a plazmában lesz több víz, mint a sejten kívül, és ki fog áramlani a víz, tehát megint a B lesz a helyes válasz. Utolsó feladat. Ez történne a vérsejtjeinkkel desztillált vízben. Megint az alsó sor közül kell választani, természetesen. A desztillált vízben nagyobb a vízkoncentráció, mint a plazmában, hiszen a plazmában sokfajta egyéb anyag van, fehérje, szénhidrát, stb. Innentől kezdve a víz elkezdene befelé áramlani, tehát az E válasz lenne a megoldás ebben az esetben. És készen is van a feladatunk, így szerezhetünk 7 pontot az érettségén. Köszönöm a figyelmeteket, ha érdekelnek még hasonló videók, akkor legyél szíves, iratkozzál fel a csatornámra, és egyéb iránt meg jó készülést kívánok. Sziasztok!